Elturva az egész város. Ön mégis itt ül már, csikidám a színpadon, ha el nem késik egy kedves vendég vár. Meghívtuk mi Schwarzenegger, de nem vállalta el. A David Beckham eljött volna, de nekünk ő nem kell. Annyi júni, megy hazába, arany vakon nincsen más. Ha elég hamis, sztár lehet még, egy pincérnő vagy egy postás. Eljött volna Kövér László, ám ez sovány vigasz gyerek válikát. A Varga Viktor jelentkezett, de csak néztük, hogy ki az. Mi nem szólunk egy álmazót sem, csak ha szeretnék. Ha akarsz róla beszélni, az a mi nagy szerencsénk. Ott a garázsba két lokot ünk, ám most a vendégre vár nagyon. Kucsuk, és ha ön jó irányba ül, mindjárt látja fenn a színpadon. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszöntsék nagyon nagy szeretettel, így is, úgy is, Kuncze Gábor! Nem akár, hogy érkezik. Megték parancsolni. Ne középre, vagy? Hol szeretnél ülni? Itt vagy ott. Jobb oldali lett. Azt mondta, sehol nem szeretne ülni, jó? Milyen hasznos anyagokat, csak a mikrofonba. És hoztál magaddal egy poharat, szerintem ez azért, mert a Gyurcsány ígérte az ingyen vizet. Mondjuk ez azért, mert láttam, hogy csak két pohár van az asztalon, és hárman vagyunk, de... Na jó, de mi önzők vagyunk, és ingyenes a műsor, tehát... Ingyenes? Hát persze, hát hogy gyakorlatilag senki nem keres vele. De azt nem tudom, olvastátok-e, hogy a... Amikor a Gyurcsány ezen a bizonyos május 1-i beszédében beígérte a, mit tudom én, 2 köbméter vizet mindenkinek, utána írta valaki az interneten, hogy a Orbán beígérte a halálbüntetést, a KDNP az örök életet, és Gyurcsány Ferenc pedig a vízözönt. Egy meglepetés volt, mert ez nem volt megbeszélve. Lesz még ilyen. Igen. Reméljük, hát ezért vagyunk itt. Előre is elnézést kérünk, mert nem vagyunk újságírók, és először fogunk valakit így kérdezni közönség előtt. Jó hülyeségeket fogunk kérdezni. Kérdezzem magától néha. Igen, és mi figyelünk. Nem, megszoktuk, hogy minket kérdeznek. De a nagyon szellemes első kérdésemmel rögtön meg is támadnálak, hogy két dolgot nem értek. Az egyik, hogy miért megy az ember futballbírónak, és a másik, hogy miért megy politikusnak, amikor mindenki őket szídje. Ez ilyen szadomazó őrület, hogy valaki kimaradt politikus lesz? Kimaradt a BKV lesz? Ellenőr, de... Az direkt nem, mert az... nincs már BKV. Hát nyilván a futballbírók száma is véges, tehát előbb-utóbb az betelik, és akkor már nincs más, csak a politikus. De szóval én a mások nevében nem tudok beszélni, de... Én akkor a rendszerváltáskor, amikor elindultam az egyéni választókörzetben ott, ahol lakom, akkor azt gondoltam, hogy hát a rendszerváltásban valaki részt tud venni, és parlamenti képviselőként mondjuk nem annyira érdekeltek. Szóval a... és akkor parlamenti... Hát, ha nem kezdünk mondatot, bocsánat. Parlamenti képviselőként tud valamit csinálni, akkor az már nem élt hiába. Ma már ezt nem gondolja rólam senki, de én még mindig büszke vagyok arra, hogy a első parlamentnek tagja voltam. Gyönyörű zárszó volt, köszönjük szépen, hogy eljöttek a viszontlátásra. Köszönöm szívesen. Most jönnének azok az értelmes kérdések, mert gyakran meghívtak minket annó a Budapest TV-be, és ott mindig szembesültünk azokkal a riportereket, többek között Tündikével. Igen, most én itt addig nyugodtan, amerre gondolsz, így néz körül a színházban. Szóval mindig kaptunk kérdéseket, de egyik se volt koherens, és azt se tudtuk, hogy miről van szó. Tehát ült velünk szembe kis Ilona, és azt mondja, hogy hol láthatunk legközelebb?
A humorista otthon is mindig humorista? Úgyhogy most ilyen kérdés következik részemről, hogy mi volt Kuncze Gábor azelőtt, hogy Kuncze Gábor lett volna? De mivel foglalkozott? Hát ez nagyon könnyű poén lenne, hogy mi voltam azelőtt, mielőtt még nem voltam, de ezt most nem mondom, mert... Orbánról már megállapította a Simicska, úgyhogy... Bocsánat, most, hogy jobban ráérsz, egy duót szeretnék alakítani, mert kicsit már régóta vagyok együtt ez a tehetségtelen ember, hogy nem lehetne a jövőben. De volt olyan, hogy te gyerekkorodban politikus szerettél volna lenni? Vagy mi szeret, de mi szerettél volna lenni gyerekkorodban? Hát én orvos szerettem volna lenni, csak oda nem vettek föl. Én a piarista gimnáziumban jártam, ami a 60-as években annyira nem volt jó ajánló levél a egyetemi felvételiken, meg hát ugye nem voltam kisztag sem, mert a piaristáknál viszonylag gyenge volt a kis szervezettsége. És akkor apámnak volt egy évfolyam társa Pécset, akit akkoriban neveztek ki professzorrá, és oda mentem dolgozni, hogy majd oda fogok felvét. Hát először dolgoztam Várpalotai bányában segédmunkásként, aztán Veszprémben a kórházban műtősként, és akkor lementem Pécsre röntgen asszisztens nőnek, mert jó, ugyanis szépen csak... Szépen mutathattál. Jól néztem ki akkoriban, igen, de ugye a szocializmus szabályok voltak. Nem volt beteghordó státuszuk, volt viszont röntgen asszisztensnő státuszuk, ezért engem fölvettek Kuncze Gábor néven röntgen asszisztensnőnek, úgyhogy tulajdonképpen a második házasságomban élek a feleségemmel 36 éve, az első az én magam voltam. Az egyébként egy nagyon harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolatot, de ez most nem érdekes. És aztán utána, amikor már lett egy szabad státusz, akkor átmentem beteghordónak, de nem ezért kezdtem bele, hanem Pécsre felvételiztem, mert ott nekem van protekcióm. Na most hát az volt a probléma, hogy a Pécset, a Pécsi Egyetemen azokat a diákokat, akik különböző egyházi gimnáziumokból jöttek, az egyetem pártitkára felvételiztette. A kellő ellenszenvvel viseltetett, az azonnal látszott, és ugye arra ment ki a játék, hogy a jó írásbeli után rossz szóbeli, és akkor nem veszük fel az illetőt, mert nem éri el a szükséges pont számot. Hát én az első alkalommal így is jártam, hogy addig kérdezett a szóbelén, amíg valamit nem tudtam. Húztam a tételt, azt elmondtam, utána még egy kérdés, még egy, és akkor még emlékszem a kérdésre is, hogy a egyet fejlődés során hol jelenik meg először az emésztő mirigy? Na most ez akkor ott nem jutott eszembe. Hát azt mondta, hogy ezt sajnos tudni kell. Na most az a baj, kérdez... nálam ez van felírva a harmadik kérdésnek. Itt van. A csiga csúcsán. Ez volt az első év, de hát gondoltam, hogy ez most kicsúszott, mert nem jöttem rá a szisztémára. A második évben, amikor újra felvételiztem, akkor ugyanez a pali felvételiztetett, és akkor azzal indított, hogy mondja kérem, mit tanítottak magának a papok? Ha van Isten, akkor miért van háború? És akkor azt feleltem, hogy azt tanították nekünk a papok, hogy hülye kérdésekre nem kell válaszolni. Aztán a 21 kérdést, hát tudtam, hogy mi lesz az eredmény, és aztán elvittek volna katonának, meg nem tudom, azt meg már nem akartam, és akkor átdobtam a váltót, és először egy műszaki főiskolára mentem, a Ybl Miklós építőipari főiskolára, aztán a Közgáz Egyetemen kötöttem ki a végén. Én a lakatos üzemben voltam segédmunkás, egyébként 15 szakmunkás volt, én voltam az egyetlen segédmunkás. Megkérdezték, hogy, mert ugye apám akkoriban kórházigazgató volt, hogy hát melyik irodába akarok menni. Én mondtam, hogy egyikbe se, én megnézem, hogy mi újság van a lakatos üzemben, vagy valamelyik ilyen területen. Hát 3 hónapig szórakoztak velem, hogy meddig bírom, de hát bírtam, és aztán a későbbiek során pedig átdobták a váltót, és akkor mondta a brigádvezető, Bányáról van szó, és azért azok ott a kemény gyerekek, hogy gyere reggeliz velünk. Én ugye 18 éves voltam.
Hát mondom, hogy én nekem anyám csomagolt ugye szendvicseket, erre beájultak a röhögéstől. Ez azt jelentette, hogy átmásztunk a kerítésen, kimentünk a restibe, először megittünk egy deci pálinkát, majd utána a maflást, ugye 4 decibor, 1 deci szóda egy korsóba. Amire visszaértünk, én már teljesen be voltam nyomva, és az volt a feladatom, hogy egy szögvasat kellett egyengetni. Egyik kezemmel fogtam a szögvasat, a másik kezemmel, meg ezt a kezem a könyök, amit kiegyengettem. Úgyhogy... Valószínűleg ebből a múltból származik az a számomra legendás mondatod, amit még azt hiszem, hogy belügyminiszterként intéztél. Szerintem Tordján Józsefhez, de nem biztos, hogy valahogy így szólt, hogy én szívesen válaszolnék, de erre a szintre keszombetegség nélkül nem tudnék. Nem tudom, hogy erre emlékszel, de nekem megmaradt. Több olyanodat mondja egyébként Hakniban. Igen. Jó a memóriám. Igen, ez Tordján Józsefnek szólt. Hát Tordján József az egy különleges eset volt nekem, mert ugye amikor én voltam a belügyminiszter, akkor ő meg a Kisgazdák frakció vezetője. Ő volt a legtöbbet felszólaló képviselő abban a 4 évben a parlamentben. Én meg a második, mert állandóan velem szórakozott. Hát ennek egyébként volt folytatása, mert ettől a Tordján lemerevedett, ettől a keszonbetegségtől, nem tudott vele mit kezdeni. De egy hét múlva az azonnali kérdések órájában, ugye amit a parlamentben mi azonnali sértések órájának hívtunk, azt a kérdést tette föl, hogy ott csak a kérdést kell leírni. Csak az volt leírva, hogy az volt a kérdés, hogy tiszteli-e ön a tanárait? Hát mondom, ez mi a túrót akarhat, de most már tényleg. Hát. És akkor ő ugye először fölteszi a kérdést, és utána én válaszolok, és akkor ő viszont válaszol, aztán én is viszont válaszol. És akkor föltette a kérdés, hogy tiszteli olyan a tanárait, mert a keszonbetegség az nem akkor van, amikor valaki lemegy, hanem akkor van, amikor jön fölfelé. Ön meg azt mondta, hogy ebben a mélységben a keszonbetegség veszélye nélkül nem tudok lemenni, tehát ön nem tanulta meg a leckét, hát tiszteli-e ön egyáltalán a tanárait, szóval valami... És akkor felálltam, és annyit mondtam, hogy igen, mert nekik köszönhetem, hogy a múltkor olyat szóltam, hogy önnek egy hétig kellett a válaszon gondolkodni. Egyik alkalommal Tordján fölállt, ordibált valami jót nekem, akkor én fölálltam, és nagyon belerúgtam, szintén jó mérgesen, mire ő fölállt, hogy vegye tudomásul, hogy én soha többet nem állok szóba magával, nem is beszélek magával, nem is fogom soha kérdezni, én meg intettem, hogy jó van. Na most, ha rajta maradt volna a kamera a Tordjánon egy ilyen dükkitörése után, akkor azt látták volna, hogy ahogy ül le, azt mondja, Gabikám, rendben vagyunk. Én meg mondtam, hogy persze, Józsi, rendben vagyunk. Na, egyik alkalommal, ezen alkalommal akkor tényleg nagyon durvák voltunk egymással. Majd utána kimegyek a folyosóra, jön szembe velem a Tordján. Szevasz, szevasz, ugye, mond szevasz Gabikám, mert azt én baromira rüheltem, ha annak szólít. Cserébe én megkérdeztem, hogy mi van a Mariska nénivel, mert azt meg ő utálta nagyon. Mire úgy vágott vissza, hogy na és a Katika hogy van, mert azt meg a Katika utálta nagyon. Szóval, de úgy egyébként teljesen rendben volt minden. És akkor a végén kezet fogtunk, szevasz, szevasz. Szó se volt arról, hogy 5 perccel korábban a parlamentbe épp elküldtük egymást. És hogy kezet fogtunk, elfordulok, és hallom, hogy a Kurír újságírója odalép a Tordjánhoz, és azt mondja neki, hogy mit mondott magának a belügyminiszter. Azt Tordján abban a pillanatban, kérem szépen elnézést kért tőlem azért a minősíthetetlen viselkedést. Másnap a Kurír címoldalon lehozta, és Kunce Gábor bocsánatot kért Tordján József, eszembe se jutott. Mikor kezdett el nagyon eldurvulni a helyzet? Tehát mikor jött az időszak, amikor már senki nem állt szóba senkivel? Még a saját pártbeli társaival sem. Ugye ez úgy kezdődött, hogy Orbán Viktor a második ciklus végén kiadta jelszót, hogy
árok van középen, és azon nem lehet átmászni. Aki velem van, az van, aki nincs velem, az nincs. És akkortól kezdve vettük észre, hogyha beszéltünk egy fideszes képviselővel, jött valami fideszes vezető, akkor gyorsan arrébb lépett. De amikor ők voltak kormányon, akkor még mindig mentek a normális egyeztetések azért, ugye ez volt a harmadik ciklus, és amikor aztán megnyertük a választást 2002-ben, azon hihetetlenül megsértődött az Orbán, és akkor kiadta, hogy most aztán semmiben nincs egyetműködés, semmiben nincs, nem segítjük, sőt, mind támadjuk, és ez látszott, ez zajlott a szemünk előtt, és amikor nyert ugye 2010-ben, akkor jött a nemzeti együttműködés rendszere, amiben már tényleg nincs benne az ország másik fele. Mit tanácsolnál a jelenlegi kormánynak? Ha mondjon le, persze. Fölírtuk a választ előre. Én magamtól nem jutott volna eszembe, de itt a hölgy mondta az első sorban. Na de ne foglalkozzunk a politikával. Térjünk vissza arra az időszakra, amikor te belügyminiszter voltál. És nem tudom, volt ilyen mögötted, mert ugye az Orbán mögött van 600 kiló testőr, ott a tech, mindenféle birodalmi rohamosztagosok. Neked volt ilyen? És ha igen, akkor van ezzel valami történet? Hát volt, de megszüntettem. Szóval de milyen okból? Hát azért, mert én azt gondoltam, hogy nekem nincs mitől félni, és nem szükséges, de ez érdekes különben, mert az emberek meg úgy látom, hogy elvárják. Tehát a Kónya Imre, ugye volt belügyminiszter szintén, ő úgy vonult be egy sportcsarnok, ők még csak sportcsarnokokat építettek, egy sportcsarnok avatásra, hogy előtte ment két ilyen szép szállegény, meg mögötte két szép szállegény, úgy nézett ki, mintha egy tető nélküli baldahínos ágyban állna. Egy év elteltél, jó, mert ugye nem tudtam még, hogy megy ez, és akkor belügyminiszter lettem, de mondtam, hogy mi otthon lakunk, mi nem költözünk sehova, tökölöm. És akkor felállítottak a utca másik oldalán egy lakókocsit, és ott voltak a személyi biztosítók, ott éltek. Ami hát ugye el tudják képzelni, mert mit tudom én, májusban alakult a kormány, vagy mikor, júniusban, és akkor eszelős meleg nyár volt, és ezek a szerencsétlenek ott voltak a lakókocsiban, amiben egyébként volt egy frigider, de a frigiderben 35 fok volt körülbelül. Akkor mondtuk nekik, hogy hát hozzák be a kajájukat hozzánk, és tartsák nálunk a frigiderbe. Akkor behozták. Akkor reggel a nejem mindig megkérdezte, hogy kérnek-e kávét, hogy tálcán vitte ki nekik a kávét a másik oldalra. Akkor szerették őket az utcában, mert hirtelen megnőtt a közbiztonság, ezért aztán az utcában, ha valaki sütött süteményt, akkor azok mind vitték nekik, hogy kezdtek elhízni a palik. De még ez rendben lett volna, csak akkor a szomszéd, ez régen szomszéd házban meghalt egy bácsi, eladó lett a háza, és akkor jöttek, hogy a köztársasági őrezred megvásárolja a házat, és akkor körbe kamerázzák a mi házunkat, és akkor ott kamerázzák, és akkor ott lesznek a monitorok, és akkor ott tudják figyelni, hogy mi történik. Na, és akkor mondtam, hogy mielőtt a szomszéd családta ágyásába kommandósok hasalnának, inkább akkor ezt hagyjuk, és akkor beköltözünk. Persze, beköltöztünk. Egy év elteltével rájöttem, hogy én vagyok az ura a dolognak, mert ugye a Horn Gyula nem akart beköltözni a rezidenciára, azt mondta neki, jó az ő lakása. Mondtam, hogy Gyulát, hogy lehet téged megvédeni a harmadik emelet kettőbe? Hát az a képtelenség. Mondta, de ő nem költözik. Mondtam, hogy de van az a rossz hírem, hogy engem a törvények felhatalmaznak arra, hogy letartóztathatlak és átvitethetlek a rezidenciára. De arra is rájöttem, hogy viszont én velem ezt senki nem teheti meg. És akkor megszüntettem az őrzést, de az emberek tényleg szeretnek félni a belügyminisztertől valószínűleg, mert aztán a magánprogramokon én magam megjelentem, én vezettem az autót, nem hitték el, hogy mit látnak, szóval... Meg hát ugye arról nem beszélve, amikor a rendőrök megállítottak, hát képzeljék el, hogy egyik alkalommal mentem
Balatonnál enyhén esett az eső, és egy rendőr hölgy leint, megállít, félreállok, odajön, kérem a papírokat, odaadtam, és közben megismert. És az rám néz, azt mondja, ajjaj, egy ilyen fiatal. Hát mondom, most mi a problémája, hát miért állított meg? Hát azt mondja, kérem szépen, itt 40 km a sebességhatár, ön pedig 60 km/h ment. Na mondom, oké, hát akkor ez van, rám is vonatkoznak a törvények, úgyhogy tegye a dolgát, büntessen meg. Hát azt mondja, ajjaj. És ha megyek, megkérdezem a főnököt, na, 15 méterre állt egy rendőrautó, benne ült három férfi. Én megültem a saját kocsimba, az eső esett, a hölgy pedig kinn az utcán, ugye természetesen. És elmegy oda, visszajön, azt mondja, azt üzeni a főnök, hogy a mentelmi jogára tekintettel elengedjük. Hát mondom neki, hogy ez így nem lesz nekem jó. Egyrészt erre nem vonatkozik a mentelmi jog, másrészt meg holnap meg elolvashatom az újságokba, hogy a miniszter gyorsan hajtott, de nem büntették meg, úgyhogy mondom, én kifizetem a büntetést, büntessenek meg. Azt mondja, ajjajajajaj. Elmegyek, megkérdezem a főnököt. Eső persze esett, elmegy, visszajön, azt mondja, azt üzeni a főnök, hogy fizessen 1000 forintot. Hát mondom, mondja meg a főnöknek, hogy azért ez a 90-es évek közepe, tehát nem tegnap volt, csak hogy a mértékekre. Hát mondom, mondja meg a főnöknek, hogy én 50%-kal átléptem a sebességhatárt, az nem 1000 forint azért, úgyhogy én 5000 forintot hajlandó vagyok fizetni. Azt mondja, ajjaj, akkor elmegyek, megkérdezem a főnököt. Eső le, ők kocsiba, én is. Elmegy, visszajön. Hát azt mondja, azt üzeni a főnök, hogy akkor fizessen 3000 forintot, de ennél följebb már nem tud menni. De olyan is volt, amikor a nejemmel mentünk szintén a Balaton partján, én vezettem, este 6 óra fél hét tájban, szép idő volt, és meg kellett állni, mert zebrán ment át egy hatalmas, ilyen termetes asszonyság, egyik hónalat strandlabda felfújva a szatyor a kezébe, másik hónalat gumimatrac, másik szatyor ment elől, mögötte 5 méterre lemaradva egy ilyen kis vékonyka, kis emberke, ismerik ezt az atléta cikó, rá volt sülve, de már nem volt rajta, szóval jól nézett ki. És teljesen be volt nyomva, de ilyen virágos, jó kedvel ott ment át, 5 méterre lemaradva a csajtól, és hát ja, na ja. És hát ugye intett nekem, hogy menjek, úgyhogy egy gyalog átkelő helynél már rajta volt. Hát én intettem neki, hogy menjen. Ő intett, hogy menjek. Menjen. Na erre letekertem az ablakot, és kiszóltam, hogy menjen már, jó ember, az Isten áldja meg, és megismert. Rám merett, előre az anyjuk, az hátra se nézett, mi van? Azt ott kiállított meg? Vagy ki engedett át? Na ki? A Kunce Gábor, a belügyminiszter. Azt hátra se nézett, azt mondja, na ez az. Egész nap pedelsz, aztán estére rémeket látsz. De volt olyan is, amikor anyámmal mentünk Fehérvárról. Még bírjátok? Nagyon jók a kérdések egyébként. Holnapra szólal együtt, mi elmegyünk, de maradj. Anyám Fehérváron lakik, jöttünk el, én vezettem, és kanyarodunk rá a M7-esre, két rendőr, fiatalabb, idősebb, előttem volt egy autó, meg én, leintett minket, fiatalabb jött oda hozzánk, idősebb intézte az előttem lévőt. Hát a fiatal odajön, jó napot, és megismert. Hát azt mondja, hát jó, most akkor... Hát mit csinál? Mondom, miért állított meg? Hát azt mondja, hát miniszter úr, az a helyzet, tetszik tudni, hogy a
közúton ugye az emberektől, hát a Kriszt Kressz is előírja, ha megköveteljük, hogy kapcsolják fel a világítást, és ha magának nem volt fölkapcsolva, persze, ha ön nem ért egyet vele, akkor nem kell természetesen. De mondtam, hogy én ezzel egyetértek, fölkapcsoltam a világítást, meg hát az a helyzet, tetszik tudni, ha már megállítottam, hogy a biztonságuk érdekében meg szokták kapcsolni a biztonsági övet, meg hát ezért büntetünk is, de ha ön jól vezet és biztonságban érzi magát, akkor nem kell. De mondtam, igaza van, bekötöttem a biztonsági övet. Közben az öreg az első kocsit már körbejárta, elvette a papírjait, már beígérte neki, hogy fel fogják négyelni, feltette, megbeszél a büntetés, minden, és látja, hogy a fiatal meg ott baterkázik a másik sok. És látszott, hogy jön oda, olyan 50 fölött, látszott, hogy jön oda, hogy na majd megmutatom én ennek a hülyének, hogy kell intézkedni, és lendületből bedurrant, azt mondja, jó napot kívánok, miniszter úr, a mamánál voltunk. Mondom, igen, itt ül hátul, mondom. Tanástalanul néz, azt mondja, most akkor mit csináljunk? Hát mondom, ez nem olyan bonyolult, mondom, mi volt az előttünk lévőnél? Azt jelentem, nem kapcsolta fel a világítást, és nem csatolta be a biztonsági övet. Na mondom, itt is ugyanez volt, ugyanannyit fizetek, mint az előttem lévő. Kicsit gondolkodott, aztán felderült az arca. Azt igenis értettem. Előre ment az előttem lévő kocsi, az jó hangosan, hogy én is halljam, azt mondta, hogy na ide figyeljen, most az egyszer még elengedem, de nekem aztán... Van még ilyen, mert olyan sok ilyen kérdés van, de még ezeket jól hallgatni. Nem, még már csak egy mondatos, hogy azért milyen ez, hogy mit látnak az emberek a televízióban az emberből. Álltunk sorba lángosért a strandon, és nem, szóval nem hisznek a szemüknek, hogyha ami normális lenne Svédországban, normális, nálunk nem, hogy a belügyminiszter sorba áll a strandon a lángosnál, és nem az összödi strandon, hanem ugye... És állunk sorba a lángosnál, és megy egy hölgy a kislányával, és a kislány rángatja a kezét, hogy nézd, mama, ott a Kunce Gábor. Mentek tovább, oda nézett, azt áll, az sokkal dagadtabb, és mentek tovább. Tehát ilyeneket szoktak nekünk is mondani. Nézzük magukat a tévében, sokkal szebbek élőben, tehát nem tudom, hogy melyik a bók. Jobbik az, amikor azt mondták, hogy te vagy az a hülye abból a szarból. Tehát ez egy nagyon kultúrált. Nagyon érdekes, nagyon érdekes kérdés. Egyébként ahányszor találkozunk, de tévén keresztül is, te egy ilyen halálosan nyugodt embernek tűz, biztos, hogy plusz mondani ellenkezőjét. Épp erre vagyok kíváncsi, hogy föl tudnak téged idegesíteni? Nem családi dolgokról, mert ugye itt van a kedves feleséged. Igen, ez a régi vicc, hogy mivel tud felizgatni a feleséged minden szavával, de nem. Én mondjuk tényleg... Nem azt mondom, hogy még sose voltam ideges valamiért, de általában nyugodt vagyok, meg aztán azt tanultam meg, hogy egy éles szituációban minél nyugodtabb vagy, annál jobban idegesíted az ellenfelet. Tehát meg tudnak őrülni attól, hogy én még mindig mosolygok. És ráadásul még nem is úgy van ez, hogy és belül már szétrobbannék, de még mindig mosolygok, hanem valahogy, hát ilyen a természetem. Még azért elhallgatnék egy-két történetet, mert úgy tudom, hogy kampányidőszakban is volt valami, amikor nem tudtad, hogy hányadik helyen jársz. Nekünk van ilyen jelenetünk, amikor avató beszédet... Ja, láttam, igen. Igen, az ugye a kampány az olyan, hogy én listavezető voltam párszor, és hát akkor mindenki szeretne a legismertebb emberrel mutatkozni a kampányba. Na most ugye azt csináltuk mindig, hogy rábíztuk az illetőkre, hogy találja ő ki, hogy neki mi a legjobb ott helybe. És akkor hát van olyan, aki azt mondja, hogy hát sétálgassunk a piacon, mert ott sok ember van. És akkor én nekem reggel 7-re oda kell menni a piacra, és ott 7-től 8-ig sétálgatunk a piacon, akkor vásárolok egy kis zöldséget, sárgarépát, amit mindjárt eldobok, mert mire hazaérnék vele addig. És ott beszélgettünk. Akkor a következő azt mondja, hogy náluk van egy ilyen ünnepség a faluba,
és akkor 10-kor összejönnek az emberek, és ott szívesen látnának, akkor 10-re menjek oda, akkor 10-kor ott. Na most akkor ezt képzeljék el, ugye úgy, hogy napi 6-7 program, ezek többnyire más városban vannak. És akkor ilyenek fordulnak elő az emberrel, hogy bemegyek, és tele van a kultúráz, még a folyosón is állnak, és mondom, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a szép vasárnapi délelőttön ennyien eljöttek, mire egy hang a nézőtéről szombat van. De volt olyan is, hogy mert ugye a másik, hogy nem is van, hát abban az időben 176 egyéni választókörzet volt, és én voltam vagy 120-ban egy kampány, vagy 130-ban, de fogalmam sincs, hogy ki ül ott mellettem a jelölt, ugye, mert hát nem ismerheted, nem tudok mindenkiről mindent, meg nem tudok 176 nevet megjegyezni. Mi az volt a kérésem mindig, hogy megérkezem Takra, 10-kor kezdődik a gyűlés, bejövök, ezért leülünk, legyen ott egy papír, hogy ki az, aki mellettem van. És leülök, köszöntök, mondják, hogy itt a Kunce Gábor, és akkor én fölálltam, és mondom, hogy köszöntöm a Pilisszent Lászlóiakat. Döbben csend a nézőtéren. Mondom, tényleg basszus, hát ahogy jöttünk, nem volt hegy, már pedig a Pilis az egy hegy, tehát az egy síkság volt. Akkor hát ebből azért visszavonultam gyorsan, és mondtam, hogy a Pilisből kiszálltam, és mondtam, hogy hát ugye Szent Lászlóiakat köszöntöm itt a nézőtéren. Döbben csend. És gyorsan az asztalnál ülő leírta egy papírra, hogy Szent Istvánban vagyunk. Tehát majdnem eltaláltam, de még nem volt vége, mert elmondtam a mondókámat, és akkor egy bizonyos ponton azt mondtam, hogy és akkor engedjék meg, hogy bemutassam a jelöltünket, és lenéztem, és nem volt ott a cédula. Mondom, akit önök természetesen nagyon jól ismernek, nem kell őt bemutatnom, és... De meg hát ennek a durvábbik része, amikor kinyírtam a jelöltünket konkrétan, megint nagyon sokan voltak a nézőtéren, és már ez a 98-as választási kampány volt, és már akkor is az SZDSZ-nek az egészségügyi programjában az volt, hogy be kell vonni az egészségügy működtetésébe a magántőkét, mert nem lesz elég pénz. Most látjuk egyébként, hogy tényleg nincs. És akkor mihagy lazításként hozzátettem, hogy természetesen ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a sebész orvosnak van egy temetkezési vállalkozása, mert az összeférhetetlen. Na most körül általában ennyit nevettek rajta, kivéve azt a várost, ahol voltunk, mert dőlt a közönség a röhögéstől, nem lehetett folytatni. És mondom magamban, hogy hát ez ennyire azért nem jó poén, szóval valamit nem stimmel. Lenézek a jelöltre, aki mellettem ült, az meg így ment össze. Hát gyorsan tovább mentem, hagytuk a témát, utána kérdezem, mi volt. Hát kiderült, hogy ő a sebész főorvos a városba, és a feleségének temetkezési vállalkozása. Hát nem választották meg szegény. Jó. Volt kint egy doboz, amiben a közönség kérdezhetett, csak nagyon röviden ezekre a kérdésekre válasz. Itt van mindjárt az első, hogy mikor tér vissza az 1-2X a Klubrádióba, ugye a Félix, amit 1-2X, ez nagy képzavar. És ezt Noel kérdezte, ez oda van írva, hogy igen. Tudjuk. Hát aki nem tudná, én 26 héten keresztül a Klubrádióban minden héten felolvastam egy történetet az 1-2X-ről, aki egyébként a Siriuson hagyott magyarokat, ugye tudják, hogy ez ilyen szélső jobbos szöveg, de a Grespik képviselte leginkább, aki ez egy teljesen normális, megbízható, nagy tudású ember volt, hogy a magyarok a Siriusról jöttek, mert a magyarok DNS-e 9-szer csavarodik, ugyanannyiszor, ahányszor a fény, mire ide ér a Siriusról szintén. Én azt hiszem, hogy erről azért Pataki Attilát kéne megkérdezni, azt akit sem, majd legközelebb meghívjuk. Szerintem ő biztos jobban képen. Na mindegy, én azt nyomtam a Klubrádióban, hogy a Hunor meg a Magor lejöttek a földre, a Sógor meg ott maradt, ott alapított egy birodalmat, és
ők küldték le 1-2-X-et, aki a Félix egyébként, hogy számoljon be nekik, hogy mi történik itt a magyarokkal, és ezt 26 héten keresztül minden héten egy 5-10 perces dolgozatot felolvastam erről, csak aztán abba hagytam, mert már ugyanaz történt állandóan, és már az ember beleült, hogy mindig ugyanazt írja meg. De ha a kérdés arra vonatkozik, hogy megyek-e vissza a Klubrádióhoz, hát nem tervezem egyenlőre. Na most egy nagyon érdekes kérdés jön. Nem örülnek neki. A Juventusra? A Barcelona többet ajánlott. Kinyílták ma a Juventus Rádiónak a weboldalára egy hölgy, hogy gratulálok a BL döntőhöz. Esküszöm, kint van. Tényleg. No, egy nagyon érdekes kérdés jön. Azt hiszem, hogy ez mindenkit érint, úgyhogy szerintem fog tetszeni mindenkinek. Emlékszel még az ovitos időkre? Emlékszem, az Országos Villamos Távvezeték Vállalat ma is létezik egyébként, ott dolgoztam 4 vagy 5 éven keresztül. Nyilván valaki kollega, aki ezt a kérdést kérdezte. Igen, emlékszem. Én ovitosnak olvastam egy kicsikét. Az a gondolkodásod, ez ovitos. Még nem öregeztek le engem. Kapcsold ki sokszor a mikrofont, amikor beszélsz, fontos. Én bekapcsolva szeretem hagyni. Tisztelt Kuncze úr, ez a megszólítás. Ha felkérnék, hogy legyen a felcsúti kosárlabda csapat edzője, elvállalna? Ugye mindenféle sporthoz más képességek kellenek, felcsúton alacsony emberek születnek. Nem. No, hát ez nekem való kérdés. Mikor áll be a Feri mellé Gábor? De ide van írva, hogy nem a Varga barátomra gondolok. Hiányzik stockholmi hódolója. Nem tudom, melyik Feriről lehet szó. Én meg tudom, hogy ki a stockholmi hódolója. Kezi de lehet, hogy az a Feri, aki... Kezicsók, igen. Hát nyilván az a Feri. Nekem egyébként nincsen vele semmi problémám. Én egy nagyon tehetséges politikusnak tartom. Van egy kis baja, hogy ezt a tehetségét saját magán is gyakorolta, nem csak az Orbánon, mert ugye emlékszünk, hogy 2006-ban nagyon-nagyon leverte azon a vitán a mai miniszterelnököt, aztán utána mindjárt saját magát vette célba, és ott is nagyon sikeres volt. Ári Fári! Ugyan már! Nem szoktam vele... Gábor! Szoktam vele találkozni, beszélni, de nem tervezem egyenlőre, hogy beszállnék a DK-ba, amelyiket egyébként úgy mellesleg a legszimpatikusabbnak tartok ezek közül, a mostani pártok közül. Nem is értem. Beletaláltam a DK-tagságba, de jó, hogy nem a együttet mondtam, te úristen. Nem volt egyhangú a taps. Ki a kedvenc politikusa? Hát ez jó kérdés. Genscher, Churchill. Akkor ide való a következő kérdés. Kedvenc színésze? Varga Ferenc József és Aradi Tibor. Na most a ilyenkor... De ilyenkor mondta azt a színész szónál, mondta mindig Bajor Imre azt, hogy kérem, csinyán a szavakkal. Kedvenc tévéműsora. Most akkor azt nem mondjuk, hogy Saskabari az ATV-n. Pedig de. Annyira azért nem, szóval. Hát most nincs ilyen. Nincs. Filmben nem szerepeltünk, úgyhogy fel lehet tenni a kérdést. Kedvenc filmed? Az meg nagyon sok van. Ugye elég sokan vagyunk itt ugyanabból a korosztályból. Hát nyilván emlékeznek még az Easy Riderre, a Dombra, a Száguldása semmibe, a Fellini, Pazolini, meg a többiek, szóval hát óriási volt a választék. Ma kevésbé találok ilyen nagyon olyan filmeket, amikre nagyon sokáig emlékeznék. És slágerek közül van kedvenc? Egy sincs. Az ezt... nálam teljesen kimaradt. Hát nekem nem jó a hallásom. Nekünk sem, mégis itten megoldottuk. Anyám él, hála Istennek, 92 éves, és nagyon jó egészségnek örvend. Úgy elképzelte, amikor mi gyerekek voltunk, hogy a
ugye mindenki saját magát valósítja meg a gyerek, vagy próbálja a gyerekeink keresztül, nem szokott sikerülni. És akkor ő elképzelte, hogy a bátyám gordonkázik, én meg zongorán kísérem. És azért zongorán, mert azt nem kell fölhangolni, ugye, mert én képtelen lettem volna rá. És akkor beiratott a zeneiskolába, én 6 éves voltam, a bátyám 7,5. Már a szolfésnál tulajdonképpen ki kellett volna buktatni, de nem tették meg. Jött a zongora, ráadásul otthon nem volt zongoránk, ismerőshöz kellett járni, gyakorolni. Azt a családot az őrületbe kergettem a játékommal. És akkor ugye el kellett menni egy zongora órákon, ahol ott ültek a gyerekek a fal mellett, egy zongora tanárnő, és akkor az ember ottan játszott valamit, én nem jutottam el odáig, hogy külön mozgassam az ujjaimat a két kezemen. Úgyhogy borzalmas lehetett a játékom, és akkor a tanárnő egyszer csak félre lökött a székről, de tényleg nagyon megalázó módon, hogy lágyabban, és lelökött, hogy majd én megmutatom. A fal mellett ülők meg hát röhögtek rajtam. Én ezt nagyon berágtam. Jó, akkor már benne voltam a korban, mert akkor már én voltam 7,5 éves. És a tanárnő leült az ong, vagy behelyezte az ujjait, és ahogy leült, kihúztam alóla a széket, megkapaszkodott a billentyűkbe, és akkor én azt mondtam, hogy lágyabban. És, nincs több kérdésünk szerintem. Aznap összehívták a tantestületet, és tantestületileg azonnali hatállyal kirúgtak a zeneiskolából. A bátyám, aki azért szerette a gordonkát, mert azon jól tudtunk télen szánkózni, de ugye nyáron az használhatatlan hangszer, mint tudjuk. Akkor amikor kínált a folyosó, hogy mi van? Ugye ő már nagyfiú volt, 9 éves, mi van? Mondom, vigyorog, vagy kirúgtak, azt mondja, várj egy kicsit, belökte az ajtót, és azt mondja, tudják meg, én is ki vagyok rúgva, és büszkén hazamentünk, hát így lett vége a zenei karrieremnek, és azóta sincs kedvenc slágerem. Nekünk meg ne legyen több kedvenc kérdés. Szerintem sem, mert tegyünk. Szerintem leszel te még a vendégünk, mert ahogy így elnézem, van még történet. Igen, mert ingyen vállalja, úgyhogy biztos. Jöjjön a meglepetés, amivel készültünk. Vezest föl, Feri, addig én készülödöm. Azt hiszem, hogy ha előjön ez a meglepetés, ennek én is része voltam. Anno, hosszú hajjal, szakállal, és én zavartam haza őket. Ne mondd már, Viktor, ne beszélj hülyeségeket. A Gábor alattam volt miniszterelnök. Ez még itt egy időszak. Egy olyan meglepetés egy olyan időszakból, amit... Hogyan élted meg azt az igen. időszakot? Mert ez most nagyon fontos a meglepetések kapcsolatban. A rendszerváltásról van szó, 89-ről. Amikor elnyiszantották azt a bizonyos vasfüggönyt. Hát előtte én hazazavartam az oroszokat. Tehát ki van zárva, mert az én voltam. Az nem te voltál, mert az én voltam, de el is mondom. Akkor megválasztottak képviselőnek, és ennyit még belefér? És hát 2 vagy 3 hónapja voltam megválasztott képviselő, amikor reggel 4-kor dörömbölnek az ajtón tökölön. Kerítés ugyan van, de hát a kapuhoz nem volt bezárva. És kimegyek, és kínál egy pali eszelős tekintettel, azt csináljon már valamit, az oroszok egész éjjel felszálltak, leszálltak, gyakoroltak, megőrülök, nem tudok aludni, csináljon valamit. De mondom, mit csináljak velük, hát az orosz hadsereggel szemben, ahogy nem érdekel, maga a megválasztott képviselő, csináljon. De mondom, értsem már meg, nem érdekel, és ott nyomtam, azt 4:30-kor mondtam neki, hogy jó, rendben, a jövő héten bemegyek, megmondom a parancsnoknak, hogy húzzanak haza az anyjukba, én ezt várom magát. És elment, én visszamentem lefeküdni, másnapra el is felejtettem nagyjából. 10 nap múlva az oroszok elmentek tökörről. Ez volt az első egység, amit elvezényeltek. Bejött a következő fogadórámra, azt hát képviselő úr, azért ezt nem hittem volna. Hát maga tényleg hazazavarta őket. Hát mondom, megígértem, nem? Hát ez a legkevesebb. Nem akármi van a kezünk.
Mondd el te, hát te adod át. Jó. Te ezt jobban, ne, hogy azt megint azt fogod mondani, én majd én kibontom. Gyakorlatilag ez az ajándék arról szól, hogy a vasfüggönyt, amikor lebontották, akkor bizonyos darabjait így megőrizték, és ez egy gyönyörű szép ilyen emlék, nem is tudom minek nevezzem, sorszáma is van. A vasfüggöny egy darabját látod itt, és nagyon sok feliratot hozzá 17 nyelven. Ez a 9051-es sorszámú. Nagyon remélem, hogy nincs otthon 3 kilométer a garázsba belőle. Mondjuk lehetne, ha már itt tartunk, ugyanis amikor Alois Mok és Horn Gyula átvágták a szalagot, a vasfüggönyt, akkor ott már rég nem volt vasfüggöny, mert már 2 éve bontották. Ezért aztán sűrű, mert olyan helyen, ahol jól lehet fényképezni, sok ember elfér, kiválasztották a helyet, majd gyorsan építettek oda egy vasfüggönyt, és ez az a bizonyos történelmi esemény, úgyhogy ez abból való. Na most ez eredeti, mert ezt... Testvér, van rá a vevő. Na most van belőle... Nem tudom, hogy mennyire érdekel ez téged. A gázsimat, amit kapok tőletek, felajánlom. Ne gyere többet a 8 kérben. Na most van ez, meg jó iPhone Galaxy van még, ha nem tudom, érdekel a kettő közül. Úgyhogy hát akkor szeretettel átadjuk az Iron Curtain együttes emlék. Nagyon szépen köszönöm. Erre a részre nem számítottam. Valamire jó lesz, testvérem. Igen, most azért úgy őszintén, mi lesz a sorsa ennek, amikor hazamész? Vatera.hu. Nem. Van ott az adóköteles rosszul jár vele, hát ráfizet. Van otthon egy vitrinem, ahányszor nálunk jártok, előtte kiteszem mindig. Jaj, ismerek ezt. Ezt vegyük meg hívásnak? Nem, annak vettük. Nem, ezt vegyétek meg. A fiatalokat mostanában egy politikusnak nagyon nehéz megszólítania. Valószínűleg azért, mert a politikusok nem annyira digitálisak. Hogy meg tudod-e szólítani a fiatalokat? Volt-e már valami tapasztalatod fiatalokkal? Hát politikusként elég sokkal találkoztam, de akkor ehhez most fölállok. Ez tényleg egy probléma a fiatalokkal, egy politikusnak, ugye egész más kultúra. Szóval mi még közel a szüleinkkel sokat vitatkoztunk, ugye, mert a farmer, meg a hosszú haj, meg a trapéznadrág, meg a párhuzamnadrág, stb. De kulturálisan ugyanott voltunk, ugyanazt olvastuk, ugyanarról beszélgettünk, ugyanazt a... Egy műsort láttuk a tévébe, kivéve a hétfőt, amikor nem volt, szóval ez most egy egészen más dolog. Szóval, tényleg ez, ugye ismerik, hogy kérdezi a gyerek az apját, hogy papa, mi az ott a kezedbe? Olyan, mint egy SMS, csak sokkal több betű van rá. Szóval könyv, hát mi lenne könyv? Nem tudom, megfigyelték-e, hogy az ujjaik sokkal intelligensebbek. SMS. Na szóval van nekem egy unokaöcsém, aki, ez még akkor 18 éves volt, amikor ez történt, átjön hozzánk, és akkor beül a laptopomba, belép a chat fórumba, amin ő csetelni szokott, ott rizsázik a többiekkel, aztán utána elmegy, de nem kapcsolja ki, ott hagyja kinyitva, és akkor én mondom neki, hogy hát kapcsold már ki, légy szíves, mert akkor én jövök, nekem ki kell lépnem abból, belépni, ha nem... Hát ez mindig ott hagyta, és akkor mondtam neki, hogy de kapcsolt ki, légy szíves, mert ha nem teszed, én le fogom nyúlni a csajaidat, ez most már tud. Na, egyik alkalommal megint ott volt, valamit ott begyölt, aztán ment el, megyek oda, és látom, hogy be van kapcsolva, francban mondom, és akartam kikapcsolni, és látom, hogy ott van egy nagyon helyes kislány éppen ottan a képernyőn. Hát mondom, ezt most lenyúlom. Elmúlt 18 éves, tehát ilyen probléma nem volt. Már csak azért is, mert látszott, hogy úgy vevő rám, mert írta nekem, hogy csá. Mondom, ez így kezdésnek jó lesz, úgyhogy elkezdtem válaszolni, hogy kezeit csokkolom, engedje meg, hogy
Engedje meg, hogy bemutatkozzam Kunce Gáborval. Hát de mondom, állj, hát ez a virtuális valóság, hát ez nem biztos, hogy most itt én vagyok. Úgyhogy ez ide most nem kell feltehetően. Gondolkodom, mit írjak neki, és azt úgy döntöttem, hogy visszaválaszolok, hogy csá. És ez volt a jó válasz, mert azonnal jött a viszont válasz, a kérdés, hogy Mizu. Hát megint elkezdtem írni, hogy nagyon szépen köszönöm a kérdését, jól vagyok, szép idő van, ilyenkor minden rendben, esősebb időben fájnak a lábaim, de ugye ez most szép idő van. Hát mondom, állj, hát ez nem jó az a kérdés, mert lehet, hogy én egy fiatal, fit, erős pali vagyok, nem pedig olyan, akinek esős időben fájnak a lábai. Akkor beugrott, hogy arra a kérdés, hogy Mizu, az autentikus válasz az az, hogy azt írom, hogy kapcsolódjunk össze, mint két kicsi legó. De aztán arra gondoltam, hogy ez se lesz jó, mert hát, akkor meg túl bizalmas esetleg, és még ennyire nem haladtunk előre a kapcsolatunkban. Úgyhogy meg aztán arra is rájöttem, hogy én egy a világból kiábrándult tinédzser vagyok, tehát különben is, úgyhogy azt írtam neki vissza, hogy semmi. És ez volt a jó válasz, mert rögtön jött a következő kérdés, hogy este tali? Hát mondom, szeret engem a nő, ez most már biztos, találkozni akar este ráadásul. De aztán arra gondoltam, hogy még jobban magamhoz láncolom, mert hát nehogy itt estig még valaki belenyúljon a buliba, ezért végképp megszerzem magamnak, és ezért válaszoltam, mert ugye ez akkor volt, hogy mit szólsz Magyarország új alaptörvényéhez? Azonnal jött a válasz, hogy hülye vagy, bazd meg. Jó éjszakát kívánok, köszönöm szépen, hogy itt voltak. Kunce Gábor, ez visszataps. Köszönjük szépen, igen. Visszataps. Egy nótára gyere vissza. Énekelj valamit. Feltúrva az egész város, ön mégis itt ül már. Csiki dám a színpadon, ha el nem késik, egy kedves vendég vár. Meghívtuk mi Schwarzenegger, de nem vállalta el. A David Beckham eljött volna, de nekünk ő nem kell. Annyi júni, megy hazába, orodi vargon, nincsen más. Ha elég hamis, sztár lehet még, egy pincérnő vagy egy postás. Eljött volna Kövér László, ám ez sovány vigasz gyereklálikát. A Varga Viktor jelentkezett, de csak néztük, hogy ki az. Mi nem szólunk egy árva szót sem, csak ha szeretnénk. Ha akarsz róla beszélni, az a mi nagy szerencsénk. Ott a garázsba két lokot, úgám most a vendégre vár nagyon. Kucsuk, és ha ön jó irányba ül, mindjárt látja fenn a színpadon. Azt a 46-os lábadat, és mennyi előre, ha mondom, kint a közösségben.